Mi történt a héten, polgármester úr? A héten nagyon sok minden történt, de leginkább az építés kapcsán. Ugye a nyári szünetre időzítettünk több olyan nagy beruházást, ami zavarta volna az iskolába menőket, főleg, hogy tömegközlekedési útvonalat érint. Így már egész jól állnak a Batthyány utcában a csapadékcsatorna építéssel, meg ott a faltól falig építünk, tehát járdát csinálunk, utat csinálunk, és csapadékcsatornát csinálunk, és ugyanígy csapadékcsatorna építés van a Rákosi útnak egy szakaszán, ahol szintén megcsináljuk utána az aszfaltburkolatot is. Ők is egész jól haladnak, most már szerintem egy hét, és már a forgalmat visszaengedjük a Rákosi útra, és hát azért még jó néhány hét, mire a Batthyány utcába, a Szemjai Batthyány utcába visszaengedjük a forgalmat. Ezen kívül múlt hét szombaton lett 5 éves a Szent Mihály úszoda. Volt egy kis rendezvény egybekötve az úszás napjával, annak érdekében, hogy arra biztosunk mindenkit, hogy ússzon. Ugye az volt a cél, hogy 100 métert ússzon mindenki, úgyhogy egész sokan úsztak a Szent Mihály úszodában aznap, de gondolom az Erzsébet-ligeti úszodában is. És az 5 éves évfordulón is elmondtam, nem csak én, a Rátonyi Gábor cégvezető is, meg én is elmondtam, hogy mennyire jó az, hogy ugyanúgy néznek ki az úszodák 5 év után is, mint amikor átadtuk, tehát hogy nagyon vigyáznak rá a dolgozók is, akik ott dolgoznak, meg akik oda járnak, azok is nagyon vigyáznak rá. Aztán ezen kívül, ami még fontos volt, hogy fontos köztisztviselői nap volt, ugye most már viszonylag régóta július 1-e a köztisztviselői nap, akkor zárva is van a polgármesteri hivatal, tehát hétfőn zárva lesz, nem csak a mi polgármesteri hivatalunk, hanem általában a minisztériumok, minden. És ezt mi azért meg szoktuk ünnepelni, és az egyik délután, kedden délután a Erzsébet-ligeti színházba a köztisztviselőket megünnepeltük, illetve mindenki megkapta a megfelelő jutalmat, illetve néhány kollégát külön oklevéllel is megdicsértünk a jó munkájáért. Aztán ezen kívül volt rendkívüli képviselőtestületi ülés. Ugye a rendes testületi ülésünket múlt héten befejeztük, de kellett tartani 3-4 fontos ügyből, meg néhány kevésbé fontos ügy miatt rendkívüli testületi ülést. Ilyen volt az, hogy újabb 20 munkahely jön létre majd az óvodákba, itt a 16. kerületben, ugye szeptember 1-től a törvényi változás miatt ennyivel több létszám lesz. Főleg olyan dolgozókat keresünk, akinek érettségie van és a gyerekekkel foglalkozna, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogyha érettségie van és szeretne óvodáskorú gyerekekkel foglalkozni, akkor itt a lehetőség, hogy majd jelentkezzen munkára, szeptembertől kezdődő munkára. Aztán ugyanígy érdekes volt, ugye, hogy elnevezték az általános iskoláinkat, nem csak a miénket, hanem az országban mindegyiket, és hát mivel sok iskolának hasonló vagy ugyanolyan neve volt, például van nálunk is mondjuk Móra Ferenc iskola, de van Zuglóba is Móra Ferenc, vagy nálunk is Herman Otto Zuglóba is, meg máshol is. Ezért minden iskola kapott egy Budapest 16. kerületi jelőnevet. És erről kérdezték a testület véleményét, mi ezzel egyet is értettünk, egy kivétellel, mert a sasami tanodát azt valamilyen furcsa oknál fogva csak sasami általános iskolának nevezték át, és hát mi mondtuk, hogy szerintünk a sasami tanoda, úgyhogy ebbe ellent mondtuk a Klebersberg intézményfenntartó központ kérésének, remélhetőleg majd meghallgatják a mi ellenvéleményünket, és akkor mégiscsak sasami tanoda lesz az iskola szeptembertől is. Ez volt a rendkívüli képviselőtestületi ülésem, illetve még egy fontos dolog történt, illetve az most történni fog hétvégén, szombaton, illetve vasárnap, nem csak itt a 16. kerületben, hanem szomszédban, Csömörön is bringa napot szerveznek. Ott építettek állítólag egy nagyon szuper biciklipályát, majd kimegyek a hétvégén is megnézem, hát ha tudunk onnan lopni ötleteket. És elbicikliznek hozzánk vasárnap hajnalban, vagy délelőtt, koradélelőtt a csömöriek, mi meg együtt tovább kerekezünk Nagytartsára. Ezzel is szeretnénk arra biztatni mindenkit, hogy kerékpárt használjon, illetve összehangolni a kerékpárút fejlesztési programjainkat. Ugye mi a Szilaspatak völgyében tervezzük a kerékpárutat, és akkor ebből lesznek leágazások. Ugye a Veres Péter úton, az Újszász utcán már megvan a kerékpárút, és akkor szeretnénk ezt fölfűzni, hogy a 17. kerület felé is, Nagytartsa felé és Csömör felé is legyenek leágazások. Állítólag jön mind a három polgármester, úgyhogy meg fogjuk tudni beszélni a dolgainkat. Hát nagyjából ez történt ezen a héten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.